kis szegfűk még szerintem nagyon szépek. Ezeket díszítésként akárhova lehet használni, úgyhogy ezeket is tudnám ajánlani. Vagy a rózsa, azt ugye mindenképpen, azt szinte minden esküvőn jelen van. Ezt asztaldíszként, vagy bármilyen. Ezek a virágok szerintem ilyen kerti parti jellegű esküvőre mutatnának nagyon jól. Meg ezek is nagyon szépek egy ilyen fehér témájú esküvőn. Jól van? Ha? Ja, minden oké? Bocsánat, úgy csak minden van a fejemben. Ó, hiszem egy ilyen esküvő megszervezése nagyon sok stresszel járhat. És ki a szerencsés? Úriember? Mondjuk nem az én. Nem? A bátyám. Csak a család segít neki szervezni a dolgokat, és nekem kell a virágokat elintézni. Ó, értem. És nem? Egyik sem tetszik, vagy? Nem tudom, nem nagyon érdekel. Hát akkor... Tudom, nem hiszem, hogy valaha is férhez megyek. Tényleg? De miért nem? Nem tudom. Nem igazán találkoztam még a megfelelő emberrel. Jaj, nem mondd már. De hogy? Tényleg nem igazán találkoztam még olyannal, akivel azt mondanám, hogy... De hát... Te egy nagyon szép, kedvesnek tűnsz, tehát szép lány vagy. Mi a probléma? Pedig én még csak most találkoztam veled először, és abszolút jó véleménnyel vagyok. De veled így könnyű beszélgetni, mert nem is ismernek. De az a baj velem, hogy nagyon hangulatember vagyok. Na, biztos, hogy van ez. Nincs olyan, akit ne lehetne. Mindenkinek megvan a párja. Mindenkinek megvan a társa, biztos, hogy meg fogod találni, te is csak időkérdése. Könnyű ezt mondani, és itt nézd meg magad. Tehát biztos férnél vagy, szép vagy, kedves, aranyos. Hát nem vagyok férnél. Volt egy 3 éves kapcsolatom, de 2 hónapja szakítottunk, úgyhogy egyedül vagyok én is. Sajnálom. Semmi baj. Ez élet. De majd jön másik. Legalábbis remélem. Szóval, hogyha csak ennyi a dolgod az esküvővel kapcsolatban, ne aggódj, segítek neked. Kiválasztom a virágokat, és itt minden nagyon szép lesz. Nem csak ennyi. Nem? Hát? Megkérdez, hogy táncoljak. Tényleg? Tradicionális táncot, de... Ez tök jó. Utálok táncolni. Na ne. De nem is tudok, és utálok. Ez, hogy nem tudsz táncolni. Hülyeség az egész. Dehogy is, tök egyszerű, csak egyszerűen érezni kell a zenét, a testedet mozgatni. De ez nagyon egyszerű, hidd el nekem. Nem is tudok, szar a mozgásom, mint egy fadarab, hogy ne, figyelj, először gyakorolj otthon a barátaiddal, és utána sokkal könnyebb lesz mások előtt, szerintem. Nincs is igazán kivel gyakorolni. Aj, ne mondd már. Figyelj. Tök egyszerű, mozgatod a testet, olyan jó tested van, basszus. Nincs is igazán kell gyakorolni sem. Áj, dehogy nem. Biztos, hogy van. Mindegy, hagyjuk is meg, vagy tényleg is untatlak itt a hülyeségében. Áj, dehogy untatsz. Úristen, maradj csak. Várjátok. Ettől sokkal jobban fogod érezni magad. A virágok szépek. Nézd csak. Olyan szép vagy. Gyere velem! Gyere csak! Gyere, megtanítanak táncolni. Na, gyere! De. Na. Gyerünk, nincs kifogás. Gyerünk! Na, gyerünk, indulás. Gyerünk, nem érdekel. Na, gyere, megtanítalak. Gyerünk, valami. Na, érezd a szemét.
Nem, nincsen semmi baj, tényleg.